A film befejezését megelőző hónapokban már annak járt utána, vajon melyik nemzetközi fesztiválon sikerül megjelentetni, amelyik profiljába majd ez a legjobban beleillik. Mivel a produkció egy kísérleti fantasy film, ezért ilyen fesztiválokat keresett Herstáb Martin filmrendező. Az indiai Uruvattiban pedig éppen ilyen független filmeket vártak, ahová a Zazzong Pali című produkciója beleillett. Ez az Uruvatti fesztivál azért tetszett nagyon, mert itt olyan független filmeket vártak, mint amilyen az enyém is, és nem a nagy stúdióknak a produkcióit. Ami jó volt ebben, hogy ott győztem, hogy nagy amerikai fantasy meg sci-fi filmeket előztem meg, még ha nem is az a lényeg, hogy én megelőzzem őket, de hogy az én produkcióm, amin egyedül dolgoztam egy garázsban, meg otthon a kis számítógépen 5,5 évig, az mégis tudott egy ilyen közegben érvényesülni. Herstáb Martin az animációs filmjeiről jól ismert pécsi filmes most egy 5,5 éven át készített nagyjátékfilmjével állt elő a nemzetközi megmérettetésen. Ezen kívül még 3 másik fesztiválon is indult a filmje. Egy hétig tartott, és az alatt vetítették, lehetett online linkeken is csatlakozni, de volt élő vetítése is a filmeket. Nagyjából 400 film volt az, amit erre neveztek, és az én kategóriámban ennél nyilván kevesebb volt, hiszen abból nem mindegyik nagyjátékfilm, hanem van amelyik kisebb, van amelyik dokumentumfilm. Az enyém a nagyjátékfilmek között is azért egy nagy számú nevező közül került ki elsőként. A Zazzong Pali egyelőre a fesztiválköröket futja, ugyanis egy díjnyertes filmet mindig több fesztiválon is bemutatnak, ennek pedig idő kell. Magyarországon körülbelül 1 év múlva a Művészmozik tűzik műsorra Herstáb Martin díjnyertes nagyjátékfilmjét, a Zazzong Palit.